Sziasztok! Sziasztok! Tutya vagyok, van egy italboltom, a tutyaboltja.com. Sziasztok, Bobi vagyok, nincsen boltom, viszont ide jöttem a Tutyához, mert kedvet kaptam a kóstoláshoz, és vele tartok, hogy leteszteljek egy pár italt. Mivel fogunk kezdeni? Tehát négy italt fogunk egymás után kóstolni ebbe az etapba, és körülutazzuk Európát, és egy picit kitérünk Európán kívülre is. Franciaországba kezdünk, aztán utána átugrunk Kolumbiába, majd Skócia következik, és Skócia után pedig Németországba látogatunk. Na, jól van. Szóval, konyokra fel! Legközelebb találkozunk. Még hogy mit fogunk kóstolni, azt nem tudom. Konyakot! Jó. Azt nem tartom valószínűleg. De miért? Mert nem. Úgyhogy... Hú, ezt leérvelted. Ezt leérvelted, bazd meg. Azért nem, mert nem. Ennyi. Remy Martinnak a VSOP-ját fogjuk megkóstolni. 1724-ben alapították, akkor kezdte árulni legelőször. Remy Martin néve az ő általa készített konyakot, amúgy különben egy szőlőtermesztő volt ő ott Franciaországban. Grand Champagne területén, ez a konyak megyéknek, 6 darab ilyen konyak megye van, ahol ez egy zárt szőlőtermelő vidék, ami onnan kijött párlat, szőlőpárlat, az nevezhető konyaknak, ami ezen kívül van, az brandinek kell nevezni. És a Remy Martin az a leges legközepén van ennek a konyak, adnak a 6 darab konyak megyének, Grand Champagne területén, körbeveszi még Petit Champagne. Úgy csinálják, hogy leszedik a szőlőt, az érett csodálatos szőlőt, és aztán 7-10 napra becefrézik. És amikor egy ilyen 9-10 fokos bor lett belőle, burci, vagy mi úgy hívjuk, akkor állnak neki lepárolni. És a VSOP megjelölés az azt jelenti, hogy minimum 4 évig kellett neki hordóban érlelődnie. Azért nem mondom el részletesen, hogy most hogy született a konyak, mert van róla egy videó, amit itt inkább a Bobby feje fölött meg fog jelenni egy kis szimke. Így született a konyak, ott tudjátok megnézni a részleteket, röviden elmondom, hogy született a konyak. És megint ügyelünk a költséghatékonyságra, egy ilyen gyönyörű kis mini Remy Martinos üvegből isszuk ugyanezt a konyakot, ami itt van benne. Jó, szerintem nekem elég lesz. Na nézzük meg az italt, hát na. Őrület, hogy milyen színe van. Új, nagyon borostyános, ilyen, hát ilyen redes borostyános. Ma majdnem barnába hajló. Hát én nem tudom, van egy jelentőség a lábaknak? Hát hogyne, itt is van, hát persze, hogy van. Hát minden italnak vannak lábak, hát ez együtt. De úgy látom, hogy gyorsan... Elég gyorsan elindultak volna, igen. Hát én nem is tudom, én... Nincs rossz illata, kellemes, de olyan nagyon, picit alkoholos és... Nagyon lágy. Alkoholos kis semleges illat. Igen, olyan... nagyon lágy gyümölcsös. Én nekem ilyen nagyon halovány rezes, de egy nagyon halvány édes, gyümölcsös, édes... Kicsit alkoholos illat édes illat, tehát nem az a olyan karakteres, hogy de illatra inkább, hogyha abból indulunk ki, hogy ebbe bele fogunk kóstolni, akkor ilyen sejmes dolgokat sejtett. Hát kóstoljuk meg. Halvány gyümölcs. Kicsit nagyobb durranást vártam. De, megmondom őszintén, hogy íze nem rossz. Viszont nekem kicsit alkoholos, édeskés, de mindegy. Hát nem azt mondom, hogy ne silány viszki. De... ahhoz képest, hogy amiket elmondtál róla, én azt hiszem, hogy nagyon ízes, olyan... Na, nagyon valami, nagyon finom lesz, de... Ízen rossz nincsen olyan... Nekem mint egy nagyon enyhén ilyen... érdekes mondom, szívás íze lenne. Nekem még inkább körtés. Körtés és nagyon enyhe fűszer. Nagyon, van, nagyon lágyan volt ott. Tízes skálán 2-es volt a csípősége. De ennek se körtének a se szilvához nem lenne, hogy legyen... Simán, hát figyelj, hogyha... Hát a szőlőből készült azért ne... Hát azért bazd meg, hogyha egy szilvapálinkába bele tudják beszélni a diót, meg a rétfüvességét, akkor miért ne jelenhetne meg egy szőlőből készült italba a körte, vagy a szilva? Miért ne? Hát simán. Mi a gabonából készült italba, hogy jelenik meg a gyümölcset?
A sok Aromatics-nak a izéje, kombinésénje. Tehát simán. Finom, iható mindenek, de... De nem az, ami ugrani fog. Azt hittem én is, hogy most így el leszek ájú, vagy anyát, konyak. Hát amiket elmondtál róla... Igen, hogy tényleg egy picit azt hittem, hogy el leszek, hogy dobok egy hátast, hogy azt a kurva, de jó. De most úgy érzem, hogy ez egy minőségi ital. Nem szegényes, csak... Nem. Mivel hogy laikusok vagyunk, én legalábbis extra mondan a konyakkal kapcsolatban, nem is tudom, mit képzeltem. Konyak ügybe most egyszerre vesztettük el a minőségi konyak szízességünket ezáltal, és megmondom össze, engem annyira nem borított le, mint a diplomatikó. A diplomatikó az úgy, az olyan volt a minőségi rom szízessége elvesztése, az egy élmény volt, ez most egy momentum csak. Az egy ízgazdanom volt, igen. Na, hát akkor csöppentsünk, mert a gyár oldalán olvastam, hogy ha csöppentünk egy pár csepp vizet bele, akkor... Szokták a konyakot is? Igen. Hát akkor... Akkor még jobban ki fog nyílni. Hát ez, én úgy érzem hát most... Ennél jobban nyíljon is. Nyíljon, mert ez most kívánja a nyitást, tehát ennek ki kell nyílnia most. Nos, viszont előjött egy kis... Mint egy kis karamell? Karamell, vagy egy kis... Tényleg, a karamell határozottan előjött. Nem, egy kis, ez valami kis hordós illat, vagy egy kis enyhén diós, de nem is diós, inkább hordó illat ez. Most ezt a dióst, ezt oda raktad. Ez az. Diós? Ez diós, és karamelles, és édes, jobban megnyílt, jót tett neki a víz. És teljesen elveszett most az a kis alkoholos, nagyon enyhén szúrós illat, az teljesen igen. Eltűnt. És íze is. Igen. Sejmesebb lett. Jót tett neki. Kicsit úgy, jobban lehet az ízeket érezni rajta. Édesebb lett. A csípőség a 10-es skálán 2-ből lement 1-re. De ott van az a kis bizsergő csípőség. Nekem tetszik ez benne. És ez az édessel harmonizál, ez a csípősség. Nem túl édes. Nem. Épp megfelelően édes. Így most már azt mondanám, hogy kérnék belőle még. Uh-huh. Így most már kérnék. Szárazon nem. Önmagában nem kérnék belőle, de így vízzel, ez jó. Én nem is tudom, hogy bepontozzam-e. Igen. Mert... Az élmény skáládon pontoz be. Hát egy ötös megkap. Nekem most jönnek egy kis szőlős hegyek is. Én nekem 7-es! Nekem ez tetszett. Ez jó volt. A szakvélemény mindjárt, hogyha tolmácsolásából is meghallgatjuk. Megtudhatjuk. Ez jó volt, nekem tetszett. Hát az egy viszkire nem cseréném le. Egy bómorra... Én meg azt mondom, hogy nekem volna olyan viszki, amire lecseréném. Ja, hát na azért olyan lenne, de egy bómorra nem cseréném hát le. Hát nem. Illat. A vanília domináns jegyei, majd érett sárga barac, sült alma, elegáns virágos felhang. Az a virágos felhang az talán. Érett gyümölcsök határozott karaktere, az íz. Lecsengés, fás, vaníliás és melengető. Hát az érett gyümölcsök határozott karaktere inkább lágy karaktere volt, nem? A lecsengés az melengető volt, nekem nem volt vaníliás. A fásság az egy kicsit. Hát én sem éreztem benne. Megkóstoltuk, és tetszett, legalábbis nekem. Jó volt azért. Jó kis ital volt. A következő részben Kolumbiába fogunk utazni. A videó leírásában megtaláljátok ennek az italnak a miért? A linkjét. Jövő hét csütörtökön találkozunk, ahogy már elhangzott. Egy másik földrészre megyünk át, másfajta italt fogunk kóstolni. Dél-Afrika! Nem, Dél-Amerika, faszom! Na, félrebeszél, de addig is legjobbakat! Sziasztok! Together, we continue the legacy of Rémy Martin.